Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jela Jászmin Grace vagyok, fő témáink néhány mondatban. Átadták a 78 szobás munkásszállót Faddon, 424 millió forintból valósult meg a beruházás. Kezdődik az advent, a következő hetek az ünnepvárásról szólnak a keresztény kultúrkörben. A szankciós politika nem működik, a nemzeti konzultáció kapcsán tartottak lakossági fórumot Szekszárdon. Színes lesz az advent, a tolnai megyeszékhelyen összefogással szerveződtek a programok. 78 szobás, 1300 négyzetméter alapterületű, egykori dohánybeváltó épületből alakítottak ki egy modern, kétszintes munkásszállót Faddon. A beruházás 424 millió forintból valósult meg, aminek 70%-át a magyar állam támogatta. Eredeti több mint 100 éves oszlopok tartják az új munkásszállót Faddon. A településen ünnepélyes keretek között adták át a 2020 áprilisában indult projektet. Bordács József polgármester úgy látja, hogy a beruházás gazdasági szempontból pozitív hatással lesz a nagy községre. Nyilván bevételt jelent a településnek direktbe vagy átvitt értelembe. Ez mellett munkahelyet is teremt nyilván. És az meg még külön úgy mondhatom boldogság egy polgármesternek, hogyha ez a vállalkozás úgy érkezik a településre, hogy egy nagyon leromlott műszaki állapotú épület együttes megvásárol, és ezt felújítja. Ennek vagyunk most itt a szemtanúi, én azt gondolom tényleg egy nagyon igényes, gyönyörű szép épület együttest láthatunk itt. A projekt összesen 424 millió forintból valósult meg, amelynek 70%-át a magyar állam támogatta. A munkálatok során az 1300 négyzetméter alapterületű egykori dohánybeváltó épületből alakítottak ki egy modern, kétszintes létesítményt, amelyben 78 szoba, illetve egy közel 350 négyzetméteres ebédlő található meg. Ide érkező munkásoknak pihenésre is szükségük van, és ezt kultúrát keretek közt kell megoldani. Ezek a terek mind lehetőséget adnak ahhoz képest, mint ha lerakom konténert egy betonozott vagy térkövezett udvarra. Süli János Tolnamegye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról is beszélt, hogy amikor a jövőben csökken a kereslet a szállás iránt, más célokra is tudják majd hasznosítani az épületet. Ezek idős otthonok, vagy bármilyen egyéb kollégiumok, vagy bármilyen lehetnének. Ugye itt alapvetően FAT vonatkozásában ez egy idős, emelt szintű idős otthon lehet hosszú távon, hiszen a szobák is kétszemélyes szobák lettek kialakítva, tévével, hűtővel, mindennel, úgy közösségi térrel. Az esemény zárásaként a résztvevők bejárhatták a faddi munkásszállót. Az új közös agrárpolitika magyarországi alkalmazásának szabályait tartalmazó stratégiai terv nagy hangsúlyt helyez a beruházások ösztönzésére. Az Agrárminisztérium szerint a vidékfejlesztési források 52%-a, vagyis csaknem 1500 milliárd forint jut gazdaságfejlesztésre, mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházásokra az elkövetkező 5 évben. Ez az összeg négyszer több, mint az előző uniós költségvetési időszakban, írja a Világgazdaság. A beruházási célok között fontos szerepet játszik a mezőgazdasági üzemek fejlesztése, amelynek fő célja a gazdaságok versenyképességének javítása, illetve az általuk előállított hozzáadott érték növelése. A növénytermesztési, állattenyésztési és kertészeti ágazat szereplői által igénybe vehető támogatás keretösszege közel 1,3 milliárd euró. A tervek szerint 246 millió eurót lehet fordítani a mezőgazdasági üzemek zöld beruházásainak támogatására. Ennek az intézkedésnek a célja az agrárüzemek energiaönellátóságának növelése, a széndioxid kibocsátásuk csökkentése. Vasárnap kezdődik el az adventi ünnepvárás. A 4 héten át tartó időszak alatt a korábbinál is több szervezet és magánszemély kezd adakozásba és jótékonykodásba. Bátaszéken is így tesznek. Bátaszéken már készítik a város adventi koszorúját, hiszen vasárnap elkezdődik az ünnepkör. Ebben az időszakban, vagyis a következő 4 hétben fizikailag és szellemileg is érdemes ráhangolódni a közelgő karácsonyra. Nyúl Viktor, a település plébánosa azt mondja, ilyenkor még nagyobb szükség van arra, hogy észrevegyük a nehéz helyzetben élőket. A gondoskodásnak, a szolidaritásnak, osztozásnak olyan lehetősége is vannak, hogy például meglátogatni egy idős embert, meghallgatni,
panaszait, nehézségeit, örömeit, amit el szeretne mondani. Tehát a betegek iránt, az idősek iránti gondoskodásnak olyan konkrét formái is vannak túl az adományozáson, mint például a telefonon való felhívás, meglátogatás, segítés különböző módjai. Sok családnak azonban nem csak lelki, hanem anyagi támaszra is szüksége van. Éppen ezért a bártaszéki katolikus plébánia csatlakozott az országos Caritas által meghirdetett tartós élelmiszercsomag gyűjtéshez. Itt hagyomány Bátaszéken is a tartós élelmiszer gyűjtés, ezt meghirdettük az előző vasárnap, és itt a hívek lehetőségeik szerint hozzák a tartós élelmiszer adományokat, amiket törekszünk itt a templomban összegyűjteni, a Caritas munkatársaival ezt szortírozni, és elvinni a rászoruló családoknak. Az élelmiszereket advent harmadik vasárnapjáig, vagyis december 18-áig várják a templomban vagy a plébánián. A felajánlásokat a bátaszéki rászoruló családok kapják majd meg, még az ünnepek előtt. 139 éve, november 26-án született Szekszárdon a magyar irodalom kiemelkedő személyisége, Babits Mihály. A jeles nap alkalmából a költő nevét viselő intézmények vezetői helyezték el a megemlékezés koszorúit a szülőházának kertjében lévő Farkas Pál által készített szobornál. Ódor János Gábor, a szervező Vosinszkimor megyei múzeum igazgatója azt mondta, a kései utódoknak kötelességük, hogy minden esztendőben megemlékezzenek a város szülöttéről. Elhallgatva volt hosszú időn keresztül, inkább ilyen sokszorosan újra felfedezett állapotban van. Nyilván stílusok jönnek-mennek, Babits is a saját maga stílusában alkotott költőként és íróként, de igazából az értékei megkérdőjelezhetetlenek, tehát az ő irodalmi szerepe és nagysága. Tehát ebből adódóan inkább azt lehet tapasztalni, hogy őre mindig rácsodálkozunk. Sok olyan madár él Magyarországon, amely nem vándorol el a tél beálltával. Ezekről a szárnyasokról egyszerűen gondoskodhatunk. Általában a tartós hideg beköszöntével kell az etetőket feltölteni. Az etetési időszak naptárhoz igazítva december elejétől február végéig tart. Nagyon fontos a víz biztosítása, de a madárelesség megválasztására is oda kell figyelni. Ne adjunk például kenyérmorzsát, mert hamar megsavanyodik, és akár a madarak pusztulását is okozhatja. Kerüljük a sózott vagy pirított magvakat, a sózott vagy főtt szalonnát és romlott ételmaradékokat. Figyeljünk arra, hogy a kihelyezett elességet védjük az időjárástól, erre pedig jó megoldás a fedett etető. November 25-e a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. 1981 óta tartják így számon ezt a dátumot, annak apropóján, hogy ekkor gyilkoltak meg a dominikai diktátor parancsára két helyi emberjogi aktivistát. Minden ötödik nőt ért már élete során fizikai bántalmazás a partnere részéről. Ez jelenleg Magyarországon több mint 760 ezer áldozatot jelent. Olvasható a NANE, vagyis a Nők a Nőkért együtt az Erőszak ellen Egyesület honlapján. A hatalmasnak tűnő számok mögött emberi tragédiák sora húzódik meg. Vannak, akiket szexuálisan bántalmaznak, másokat fizikailag, de gyakori a szóbeli abúzus is. A NANE civil segítői az áldozatoknak nyújtanak segítséget. Van egy segélyvonalunk, ahol átlagosan ügyeletenként, ami jellemzően 4 órás, 5-6 éves szokott bejönni naponta, de szoktunk csoportokat is tartani. Ezeken a csoportokon is 10-12 fő szokott lenni jellemzően. A NANE szakemberei ezek mellett jogi és pszichológiai segítséget is adnak a hozzájuk forduló bántalmazott nőknek. Magyarországon egyébként néhány hónapja lépett hatályba az a jogszabály, ami alapján már nem csak a bíróság dönthet a távoltartás elrendeléséről párkapcsolati erőszak esetén. A jogalkotók célja ezzel az volt, hogy gyors segítséget kapjanak az áldozatok, még mielőtt nagyobb baj történik. A helyszínre érkező kollégák első körben elbírálják, hogy valóban történt-e itt bántalmazás, van egy családi erőszak, és ha igen, akkor lehetőség van azonnal, de legkésőbb 12 órán belül egy ideiglenes megelőző
távoltartásról határozatot hozni, amit a rendőrség hozhat meg. Vagyis a rendőrség akár már a helyszínen is döntett úgy, hogy 72 órára megtiltja a bántalmazónak, hogy az áldozat közelébe menjen. Ez viszont a szakértők szerint gyakran nem elég, mert az intézkedés lejárta után újabb támadás történhet. A NANE Egyesület szakértője szerint a valódi megoldást például a mostaninál több menedékház jelenteni. Nyilvánvaló üzenettel kell jelezni Brüsszelnek, hogy a kivetett szankciók nem működnek, ezért azokat vissza kell vonni. Ehhez pedig arra van szükség, hogy minél többen töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációs íveket. Erről beszélt Szekszárdi lakossági fórumán a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. Ellehetetlenítik a magyar emberek mindennapjait a Brüsszel által kivetett szankciók, ezért azokat meg kell szüntetni. Ezt mondta Szekszárdon a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár. Nagy János előadásában arról beszélt, emiatt fontos, hogy minél többen kitöltsék és visszaküldjék a nemzeti konzultációs íveket. Ezzel ugyanis a magyarok nyílt és világos üzenetet küldhetnek a brüsszeli bürokratáknak. A tolnaiak azt tudják tenni, hogy az országos akcióhoz csatlakoznak. Örömmel tapasztaltam, hogy a Szita Károly polgármester úr által kezdeményezett levelet, amit Ursula von der Leyen elnök asszonynak írta, egy kivétellel valamennyi településvezető aláírta, és ez ki is ment Brüsszelbe. Ez óriási dolog, ez azt jelenti, hogy Magyarországon 80%-a településeknek csatlakozott ehhez az akcióhoz. Horváth István Tolna megye egy-egy számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt a teltházas rendezvényen, hogy a Tolna megyei emberek naponta érzik meg saját bőrükön az elhibázott szankciók negatív hatásait. Az élelmiszerinfláció, a különböző üzemű költségeknek a növekedés, itt a gáz, a villanyáramnak a növekedésére gondolok, ami gyakorlatilag a szankciós politikának köszönhetően elszabadultak az elmúlt időszakban. Ezt azt gondolom, hogy mindenki érzi a saját bőrén, mint vállalkozóként, mint magánemberként. A nemzeti konzultációt eddig már nagyjából 700 ezeren küldték vissza. A kitöltésére a hagyományos papírforma mellett már online is lehetőség van. Az energiaárak okozta nehézségek ellenére az adventi időszak programokkal teli lesz Szekszárdon. A szervező Babits Mihály Kulturális Központ mellett több civil szervezet is részt vállalt a rendezvények lebonyolításában. Mindenki előtt ismeretes a dolog, ismeretes a helyzet, milyen körülmények között éljük meg a mindennapjainkat, de hát vannak olyan események, ami mellett azért nem megy el az ember, és megteszünk mindent annak érdekében, hogy ezek az ünnepek méltóképpen legyenek megünnepelve. És ahhoz, hogy ez létrejöjjön, nagyfokú összefogásra volt szükség, mondta Gyurkovics János, a polgármester. Azon a sajtótájékoztatón, melyen az adventi időszak programjairól számoltak be a szervezők. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy méltó rangja legyen ennek az időszaknak, a várakozás és a feltöltődés és a békesség jellemezze ezt a 4 hetet, és gondolom én, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszak éveknek is ez lesz a fő mottója. A Babits Mihály Kulturális Központ mellett a Mentálhigiénés Műhely és a 7100 a Városod Egyesület is kivette a részét a programsorozat kialakításában és támogatásában. Ennek megfelelően az első adventi hétvégétől kezdve minden nap programok várják az érdeklődőket, a művelődési ház körüli területen a szokásos vásári forgataggal kiegészülve. Alapgondolatunk az volt, hogy a adventi hétvégéken, november 27-től kezdődően azokon a vasárnapokon hozzunk olyan nagyobb produkciókat, amelyeket a Babits Mihály Kulturális Központ hagyományosan szervez, tehát gyermekprogramokat, mint a Kicsi Gesztenye, Zorán koncert, Urbán Verbung, Pop, Swing and Soul, kiváló előadókkal. Ezek mind-mind olyan népszerű programok, amelyeket igazolt az elképzelés. De lehetőséget kapnak Szekszárdváros civil művészeti csoportjai, iskolái, zenekarai is arra, hogy a művészetek házában megtartsák szokásos évzáró hangversenyeiket. Az első adventi gyertya november 27-én 17 órakor gyullad majd fel a Szekszárdi Szent István téren. Regionális híreink következnek. Sikerekről beszélt, kommentekben érkezett a kritika a pécsi városvezető oldalán írt csalásról a képviselő. Planetárium az iskolában, különleges látványosságot élvezhetnek a kaposvári diákok. Több évnyi szabadságvesztésre számíthat a komlói nő, 2 hónapos gyermekét ölte meg az asszony.
Kommentekben kritizálta a pécsi városvezetők közösségi oldalán megjelent sikerpropagandát az ÖPEK KDNP politikusa. Berényi Zoltán a fejlesztésekről, a szerinte megtévesztő kampányról, a városvezetői baloldal helyzetéről is írt. A politikus szerint nincs alapja a sikeres városvezetésről szóló propagandának. Ez Péterfi Attila posztja és a hozzáírt komment, amiben értékeli a pécsi polgármester sikerkommunikációját az ÖPEK KDNP politikusa. Berényi Zoltán azt mondja, képviselőtársak kommentjét osztotta meg gyanútlanul. Egy ártatlannak tűnő Barkóczi képviselőtársam posztja, hiszen polgármester úrunk nagyon szeret, úgy látszik, idegen tollakkal ékeskedni. Ugyan időnként megjegyzi, hogy még az előző városvezetésnek köszönhető, stb. De szinte minden pécsi projektfejlesztés kivétel nélkül az előző városvezetés által elindított, megkezdett, lemenedzselt projekteknek köszönhető. Berényi az önkormányzati választásokat is felhozta a hozzászólásában. Arról ír ebben, hogy 2019-ben megtévesztette választóit a baloldal. Nagyon súlyos csalások, megtévesztések, ármányok közepette jött létre a jelen koalíció, ami nem is ez a jelen, hiszen a Mindenki Pécsért Egyesület, az annak az akkori elnöke, már itt is kenyértörésre mentek, a korabeli frakciók szakadtak, és hát nem tolták előtérbe se a DK-t, se az MSZP-t, se a Jobbikot. Így sikerült nyerniük az önkormányzati választást, majd a különböző frakciók benyújtották igényeiket, mondja a politikus. Ha csak a Mindenki Pécsért Egyesület frakció lenne, egy frakció, egy frakciótitkár, egy iroda. Rögtön ötlet, öt titkár, öt iroda, öt frakció vezető, plusz rengeteg biztos. Nyilván ki kell elégíteni ezt a színes koalíció különböző holdudvarának az igényeit. Lett ilyen biztos, lett olyan tanácsok, lett ez, az amaz, és akkor még nem is beszélünk a tehetségtelennek bizonyuló ügyvédekről. Ez pedig mind sok-sok millióval került többe a pécsieknek, amiről korábban nem volt szó, mondja a képviselő. Péterfi Attila közösség oldalán sorolja az elmúlt 3 év sikereit. Legutóbb a játszótereket emelte ki, és azt írta, 2019. október óta felújítottak és építettek 24 darab játszóteret, így összesen 130-al több játékelemet használhatnak a pécsi gyermekek. Ezt véleményezte a jobboldal politikusa, és hozta fel a kampányt, illetve az önkormányzati választás körülményeit kritikaként. Egy mobil, azaz bárhol, bármikor felállítható planetárium színesíti néhány nap óta a kaposvári Táncsics Mihály gimnázium diákjainak oktatását. A 20 fő befogadására alkalmas kupolában ugyanakkor nem csak a csillagászati ismereteiket bővíthetik a fiatalok. Így néz ki a planetárium a Táncsics Mihály gimnázium tornacsarnokában. A körülbelül negyed óra alatt felállítható kupolának nagyon örültek a csillagászati szakkör tagjai. Rengeteg feladatot lehet benne megoldani, meg alapvetően a filmvetítések is érdekesek szoktak lenni. És én a jövőben is szeretnék csillagászattal foglalkozni, úgyhogy ez hasznos lehet számomra. Az egyosztályi diák befogadására alkalmas mobil planetárium egyedülálló a térségi oktatásban, mindezt egy pályázati forrásból vásárolta meg a középiskola. Ami tartalmazza magát a kupolát, a hozzá szükséges kompresszort, illetve a vetítő berendezést is. A planetáriumban összesen körülbelül 20-25 diák tud egyszerre egy-egy előadáson részt venni. Hasonlóan működik a többi planetáriumhoz az országban. Ez az 5. ilyen mobil planetárium, ami intézményekbe vagy utazó planetáriumokba került. A filmeket egy projektor vetíti ki hal szemoptikával. A csillagászati ismeretek átadásán túl a mobil planetárium a reál tudományterületek iránt érdeklődő fiatalok oktatásában lehet még nagy hasznára az intézménynek. Javában zajlik a fenyők kitermelése a somogyi ültetvényeken. A termelők elsősorban az üzemanyagár emelkedések miatt 15-20%-kal többet kérnek a karácsonyfáért. Kérdés egyelőre azonban, hogy ez hogyan jelenik majd meg a kiskereskedelmi árakban. Folyik a munka ezen a fenyőfa telepen, Berzence és Csurgó között. Már a karácsonyra készülnek. Közel 10 000 fát vágnak ki, majd juttatnak el a piac különböző részeire. 2 hete kezdődött a gyökeres fenyők kitermelésével, mindig ez az első lépés, utána a nagyobb fák következnek, és aztán egyre kisebb méretűek. Hát jó ütemben haladunk, annak ellen, hogy az időjárás most per pillanat nem a legkedvezőbb, de folyamatosan termelünk kifelé.
50 hektáros területről vágják a karácsonyfának valót. A lucfenyő háttérbe szorul, amíg a normann és az ezüstfenyő egyre népszerűbb, mondja Szabó István. Két hete folyamatosan dolgoznak, hogy december elejétől már megvásárolhatóak legyenek a fenyőfák. Szabó István azt mondja, visszaesést nem érzékelnek a keresletben, sokan viszont inkább az utolsó pillanatra hagyják majd a vásárlást. Az üzemanyag és a műtrágya drágulása miatt ugyan minimálisan, de emelkednek a fenyőfahárak is. A termelő oldalon azt kell mondjam, hogy 15-20%-os a növekedés, ami megjelenik nyilván nem csak a műtrágya árakban, hanem az ilyen szállítási költségekben, vagy az import fenyőnél az magas euró árfolyam miatt biztos, hogy drágább lesz az ára, fuvar költségek magasabbak, de ezek százalékosan ilyen 15-20%-ot jelenthetnek. Hogy aztán a kiskereskedők mennyit fognak ebből áthárítani a vevőkre, ezt nem tudjuk, ez nyilván egyedi megoldástól is fog függeni. A legtöbb helyen már december elején megvásárolható lesz a fenyőfa. Több évnyi szabadságvesztés várhat arra a komlói nőre, aki megölte 2 hónapos gyermekét. A Baranya megyei főügyészség 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja az asszonyt. A vádlott szülés utáni depresszióban szenvedett, és az volt a meggyőződése, hogy a baba nem fejlődik rendesen, amiért őt teszik felelőssé. Ebből a félelméből fakadóan folytotta vízbe a kicsit, akit már a mentősök sem tudtak újraéleszteni. A Baranya megyei főügyészség vádat emelt a 2 hónapos gyermekével végző komlói nő ellen. A vádirat szerint a nő idén márciusban hozta világra kisfiát. A vádlott és férje közös otthonukban nevelték a gyermeket, akinek ellátásában a nő közelben lakó szülei is rendszeresen segítettek. A gyermek fejlődését a gyermekorvos és a védőnő is rendben levőnek találta. A vádlottban azonban néhány héttel a szülés után az a meggyőződés alakult ki, hogy a gyermek nem fejlődik megfelelően, ő nem jó anya, nem tudja megadni a kisfiúnak mindazt, ami egy szülőtől elvárható lenne. A hozzátartozók is észlelték a vádlott magatartásában bekövetkező változást. Kérésükre a vádlott pszichiáter szakemberhez fordult, aki a szülés utáni depresszió tüneteit észlelte a nőn, és gyógyszeres kezelést rendelt számára. Ezt a kezelést a vádlott elfogadta, szedni kezdte a gyógyszereket. A 2 hónapos gyermeket május 31-én kellett volna orvosi vizsgálatra vinni. A vádlott azonban tartott attól, hogy a vizsgálaton a gyermeket nem megfelelő fejlettségűnek fogják minősíteni, és ezért őt teszik felelőssé. Egy nappal korábban a délutáni órákban egyedül volt otthon a gyermekkel, miután a férj elment dolgozni. Elhatározta, hogy megöli a gyermeket és magával is végez. A kisfiút a ház fürdőszobájában, a fürdőkádba folytotta. 17:30 körül érkeztek meg a vádlott szülei, akik a vádlottat maga elé meredve találták a fürdőszobában, a kisfiút pedig már élettelenül a fürdőkádban. Értesítették a mentőket, és az ő utasításaik alapján megpróbálták újraéleszteni a gyermeket. Ez azonban sem nekik, sem a mentőszolgálat munkatársainak nem sikerült. A kisfiú egyébként életkorának megfelelő érettségű és fejlettségű volt, halálát fulladás okozta. A vádlott cselekménye 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés büntettének a megállapítására alkalmas. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Átadták a 78 szobás munkásszállót Faddon, 424 millió forintból valósult meg a beruházás. Kezdődik az advent, a következő hetek az ünnepvárásról szólnak a keresztény kultúrkörben. A szankciós politika nem működik, a nemzeti konzultáció kapcsán tartottak lakossági fórumot Szekszárdon. Színes lesz az advent, a tolnai megyeszékhelyen összefogással szerveződtek a programok. Szombaton észak-nyugat-nyugat felől érkező vastagabb felhősáv okoz felhős szürke időt. Vasárnap és hétfőn sem érkezik jelentős időjárási front az ország térségébe. Reggel párás felhős fagypont körüli hőmérsékletű idő valószínű, majd délelőtt ritkul zömmel eloszlik, vagy réteg felhőzetté alakul a párásság. Napos és felhősebb területek váltakoznak szeszélyes eloszlásban. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha láttak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!